Az idei tanévtől kezdődően a korondi szakközépiskola tanulói, valamint a fenyőkúti és pálpataki diákok egyenruhában fognak majd iskolába járni. Az egyenruha bevezetésének célja nem csak az iskola közösségi szellemének erősítése, hanem a diákok közötti egyenlőség hangsúlyozása is. Az iskola vezetősége reméli, hogy az új viselet segíti a tanulókat abban, hogy büszkén képviseljék iskolájukat, miközben a diákok közösségi érzését is erősíti. Először fognak egyenruhába járni. Az ötlet egy eléggé valós probléma kapcsán jött. Egyre gyakrabban hallottuk, felmerült az a dolog, hogy a gyerekek egymást esetleg kinézték, bántották, megszólták azért, hogy ki hogyan öltözik, ki mennyire váltogatja, ki mennyire trendi, mennyire éppen márkás, hol miba jár. És tulajdonképpen ez volt az alapötre egyik kiváltója. A másik meg azt gondoljuk, hogy ez egy kicsi rendet, összhangot ad már az iskolai fegyelem szempontjából is. Már van egy rend, ahogyha rápillantunk a tanulókra, az iskolánk diákjaira. Őszintén ez azt gondolom, hogy közös ötlet volt. Tehát hallottuk a szülőktől, beszéltünk kollégákkal, és egyre inkább mindenkiben azt fogalmazott meg, hogy igen, erre szükség van, és ez jó lenne. A tavalyi tanév elején kezdtük ezt tüzetesebben átbeszélni minden fórumon, szülőkkel, nevelőtanáccsal, vezetőtanáccsal, és minden szinten pozitív megerősítést kapott az, hogy ez egy valós szükséglet lehet a korondi szakközépiskolában. Az előkészítő osztálytól a liceumig minden diáknak kötelező lesz az egyenruha viselése az iskolában. Jelenleg még folyamatban van a beszerzésük, ezért a tanév megkezdésével még nem fog minden diák rendelkezni az uniformissal, de hogy mindenki beszerzi, kötelező viselet lesz minden tanuló számára. Ez a megrendelés, ez már február óta tulajdonképpen a Székelyudvarhelyi Interlock céggel dolgoztunk, és tőlük rendeltük meg a egyenruhát, tehát mikor már megvolt a szülőktől a megerősítés, a nevelőtanács, a vezetőtanács, tehát az iskola adminisztratív tanácsa, akkor elmentünk a céghez, hogy most már biztos, hogy betettük az iskola belső rendszabályzatába, hogy jövőtől, már mint a előttünk álló tanévtől egyenruhánk lesz, akkor kiválasztottuk a véglegesen a színt, amit addig javasoltak, és megrendeltük, hogy elkezdhetik a beszerzését, az anyagnak és a legyártását, ugyanis 829 tanulónk van, most jelen pillanatban, de naponta még változhat, de minimum ennyi, és hát ennek a legyártása azért az időt igényel. Tehát a cég akkor ez alapján elindította beszerezni az anyagot, és már elkezdték gyártani, úgyhogy a tanév végére néhány mintadarab elkészült, és fiú-lány egyenruhából is egy-egy mintadarabot az utolsó egy hónapban ilyen minta bemutató jelleggel hordott egy-egy gyerek. A tantestület és a szülők egyaránt támogatták ezt a kezdeményezést, hiszen nap mint nap szembesültek azzal, hogy a mindennapi öltözködésből gyakran konfliktusok, kiközösítések, problémák merültek fel. Ez az egyenruha a színkombinációt is közösen választottuk, egy kék-zöld kombináció. A lányok ruhája egy blúzocskát, egy szoknyát és egy kardigánt az 1-4 osztályba, és egy zakót a nagyobbaknál. A kardigánon, a zakon rajta lesz az iskolának a címere, logója, tehát személyre szabott, és a szoknya kék-zöld kockás, és a szoknya anyagának a színei rajta lesznek a blúzon, galérián, kis zsebén. A lányoknak is természetesen szoknya van, de télen, amikor nagyon hideg lesz, akkor ez nem azt jelenti, hogy azért kell megfagynia, mert kötelező nálunk szoknyába járni, akkor sötét kék vagy fekete nadrágot vehetnek. Viszont alapelv az, hogy a szoknyát hordunk, és most azért tényleg vannak harisnyából is olyan téli változat, ami biztosítja azt, hogy nem fáznak meg, és bent az épületeinkbe simán egész télen rövid ujjúba lehet járni, mert nagyon-nagyon jó szigetelnek, jó a fűtésünk, sőt inkább szabályozni kell, hogy ne legyen túl meleg.
Korondon 3 üzletben lehet beszerezni az egyenruhákat, a Renáta üzlet az alsó tagozatosok számára, a Tappancs üzlet az 5-8 osztály számára, a Liceum, a Fenyőkút, Pálpataka diákjainak számára pedig a Tetőtől Talpig üzlet forgalmazza az uniformisokat.